Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Nincs biztonság oltás nélkül, több száz áldozat lehet karácsonyra a szakértők szerint. Elindult a Top Plus, 45 milliárd forintra pályázhatnak a Tolna megyei települések. Karácsonyi élelmiszercsomag, Bonyhádon idén is kapnak adományt a 80 év feletti lakosok. Emlékfutás a hősi halottakért, 1956 métert tettek meg, majd mécses gyújtottak. Egyre rémisztőbbek a koronavírussal kapcsolatos adatok idehaza, javában tombol a negyedik hullám, pedig az oltással megelőzhetőek lennének a halálozások, sőt még a legtöbb esetben a súlyos kórházi ellátást igénylő fertőzések is. Bár egyre többen kérik a vakcinát, fiatalok és idősek egyaránt, a szakértők szerint, ha nem indul be az oltási kedv, akkor karácsonyra akár több mint 250 fő is lehet a napi halálos áldozatok száma. Most aztán 28 embert várunk. Közel egy éve minden szerdán Bogyiszlón olt koronavírus elleni vakcinákkal dr. Szabó Gábor, egy ideje a Pfizer készítményével. A falu legidősebb lakója, Sánta József, a védettséghez szükséges harmadik alkalommal érkezett a rendelőbe. Védi az embert. Hát azért kell begyűni injekcióra. Akkor mindig el kell az orvoshoz menni, bár én ritkán voltam orvosnál. Csak ebben a praxisban tavaly óta már több ezren kapták meg valamelyik vakcinát, a település átoltottsága így az országos átlaggal megegyezően 60% felett jár. De még mindig sokan vannak, akik eddig nem jelentkeztek, pedig a negyedik hullám már javában tombol idehaza. Ugrásszerűen nő az új fertőzöttek száma, ezzel együtt pedig a kórházi ellátottaké is. Sőt, lélegeztetőgépre is egyre többeknek van szükségük. Jól látszik ezen az ábrán, hogy október utolsó hetében már napról napra nőtt a külső lélegeztetésre szorulók száma. Másfél hét alatt több mint 150%-kal. De gyakran már hiába a megfeszített orvosi munka, halálos áldozatokat is egyre sűrűbben követel a koronavírus. Csak az elmúlt másfél hétben összesen 389-en hunytak el a fertőzés miatt idehaza. Átlagosan eddig naponta 49 áldozatot követelt a járvány az elmúlt alig két hét alatt. A vírus elkapásának veszélyét egyre többen ismerik fel, de még mindig sokan vannak, akik egyáltalán nem tervezik bármilyen vakcina felvételét. A 17 éves Bogdán Botond az első oltására érkezett. Azt mondja, nem csak a betegségtől való félelem, hanem a szigorítások is erre ösztönözték. Hát nem tudom most, hogy már muszáj lesz, aztán ez miatt. Dr. Szabó Gábor szerint az már nem kérdés, hogy a lakosság szinte egésze elkapja-e előbb-utóbb a fertőzést. Mint mondja, ez tény. Szerinte a lényeg, hogy a szervezetük megfelelő immunválasszal tudjon reagálni a vírusra. Ehhez pedig az oltás az egyetlen igazán hatékony megoldás. Hát ez egy új dolog, én ezt megértem, hogy mindenki megvan ilyet, de arra kérem, hogy ne a Facebookon, vagy ne az ilyen mindenféle ilyen social médiába tájékozódjon, hanem a szakemberek véleményétre hallgasson és azt kérje ki. Én javaslom, nincs más lehetőség. Lehet védekezni, nálam is itt van az FFP2-es maszk, tehát amikor betegeket vizsgálok, de egy biztos, a járvány az nem válogat, és igazából mindannyian el fogjuk kapni. A szakértő tapasztalata szerint sokan azért nem kérik az oltást, mert azt követően is megfertőződhetnek. Azzal viszont, mint mondja, a legtöbben nincsenek tisztában, hogy a vakcinát felvevőknek csak statisztikailag is alig mérhető aránya szenvedi át súlyos tünetekkel a koronavírust. Én magam átestem, kórházba is kerültem. Tavaly december óta szinte napi rendszerességgel például dohányszagot, füstszagot érzek az orromba, illetve a sport is egy kicsit, tehát fáradékonyabb vagyok, és az alvás zavar is például nálam, tehát a neurológiai tünetek ezek megvannak. Ezt ember nem tudja megmondani, de az oltás az egyetlen út, amivel most védekezni tudunk. A járvány negyedik hullámának tetőzésére idehaza a szakemberek szerint nagyjából december eleje és a karácsonyi időszak között kerülhet sor. Az óvatos becslések úgy számolnak, addigra 150 napi áldozatot is követelhet a vírus, de egy rosszabb forgatókönyv szerint több mint 230-an eshetnek áldozatul 24 óránként. 6268 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 885.360 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 31.101 főre emelkedett. 3.366 koronavírusos beteget tápolnak kórházban, közülük 349-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.963.000-en kaptak.
Tolna megyében 99 új fertőzöttet regisztráltak szerdán. Ezzel a járvány kezdete óta 18.691-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Oltási akcióhetet indít Magyarország kormánya a kórházi oltópontokon az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják november 22-e és 28-a reggel 7 és este 19 óra között a még oltatlanokat és akár a második-harmadik oltást felvenni kívánókat is. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el, és oltásuk érkezési sorrendben történik majd. 5 milliárd forinttal több támogatásra pályázhatnak Tolna megye települései, mint az előző ciklusban. A TOP Plus program során a községek összesen 45 milliárd forintot költhetnek a településük fejlesztésére. Ugyan a feltételeket még nem írták ki pontosan, több település vezető tudja, hogy mit szeretne. Több mint 100 millió forint toppos forrásból fejlesztett az elmúlt 5 évben Győre. Így újították fel a művelődési házat, az orvosi rendelőt, és készült el a csapadékvízelvezetés is több utcában. Filamella Tibor polgármester úgy nyilatkozott, bár még nem írták ki a TOP Plus pályázati feltételeket, már tudják, mit szeretnének. A csapadékvíz elvezetés az még 2 utcában érdekelne, aztán az önkormányzat épület, a polgármesteri hivatal épületének az energiakorszerűsítése, hőszigetelés, nyilázárok cseréje, tehát ezek, amik fontosak, és bízunk benne, ezek toppos pályázatok voltak, hogy újra lesznek kiírva. Nagykonyiban is készülnek már a TOP Plus pályázatainak megjelenésére. A helyi orvosi rendelő átalakítására és felújítására szeretnének elsősorban forrást nyerni. Az előző ciklusban 3 benyújtott pályázatuk is elnyerte a 100%-ban vissza nem térítendő támogatást. Örülünk neki, hogy újra van lehetőségünk pályázni. Egy település fejlesztésében más lehetőség nagyon nincsen, csak a pályázati utak abba, hogy fejlesszük a közösségünket. Vannak sok terveink arra, hogy hogyan lehet élhetőbb és szebb települést varázsolni Nagykonyiból, úgyhogy folyamatosan ezen dolgozunk, hogy szép településünk legyen. Az elmúlt periódusban Nagymányok is igyekezett minden lehetőséget kihasználni arra, hogy támogatást szerezzen a város fejlesztésére. Minden pályázatot benyújtottunk általában sikeresen. Összességében 1 milliárd 180 millió forintot nyertünk topos pályázatokon. Azt mondhatom, hogy gyakorlatilag az önkormányzati épületek mindegyike fel, egy kivétel mindegyike fel van újítva. Van, amelyik csak kívül, van, amelyik kívül belül, tehát amire lehetett pályázni, és amire kaptunk pénzt, azt megvalósítottuk. A polgármester az egyik legfontosabb jövőbeli feladatnak a belterületi utak és járdák felújítását tartja. Ha lehetőség lesz rá, erre fognak majd pályázni a TOP Plus keretein belül. Tolna megye települései az előző pályázati ciklusban közel 40 milliárd forintnyi támogatásban részesültek. Varga Mihály pénzügyminiszter a napokban bejelentette, hogy idén 1800 milliárd forint támogatást osztanak ki a vidék fejlesztésére. Ebből Tolna megyének előre láthatólag 45 milliárd forint jut. Hasonló célokat tűzött ki ez a TOP 2-es programsorozat, mint az előzőekben, tehát a közútfejlesztések a kis települések környékén, élhető települések fejlesztése, önkormányzati középületek energiafelújítása, munkahelyteremtés a hátrányos helyzetű területeken, fenntartható városfejlesztés. A TOP 1-ben a Tolna megyei települések mintegy 2/3, vagyis 60-70 település részesülhetett a vissza nem térítendő támogatásban. A közgyűlés elnöke hozzátette, arra számítanak, hogy az új lehetőségeknek köszönhetően Tolna megye még élhetőbb lesz. Januártól 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum pedig bruttó 260 ezer forint lesz, olvasható a kormány.hu-n. A bérek az elmúlt 11 évben folyamatosan emelkedtek Magyarországon. Mi 2010-ben 73.500 forint volt a minimálbér, 2021. január 1-től már 167.400 forint, a garantált bérminimum pedig 89.500 forintról 219.000 forintra emelkedett. A béremeléseket a munkaadókat terhelő adók folyamatos csökkentésével segítette Magyarország kormánya. A minimálbér emelésével gyermekgondozási díj, a hallgatói gyed és a gyermek otthongondozási díja is nőni fog. A szociális partnerek a napokban véglegesítik a megállapodás tervezetet, a jövő évi bérmegállapodást november közepéig aláírhatják.
November 12-e és 14-e között szervezi meg a Babits Mihály Kulturális Központ a Mártonnapi Vigasságok elnevezésű rendezvényét. Ennek részleteiről tartott sajtótájékoztatót Berlinger Attila igazgató elmondta, az idei program egy 600 négyzetméteres fűtött sátorban zajlik majd, ahová az akkor érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően lehet majd belépni. A sátorban 6 borászat és 2 vendéglátóegység kínálja majd a termékeit a résztvevőknek az egésznapos programok mellett. Ismét ünnepi csomagot kapnak az idősek. Az előző évekhez hasonlóan az idei esztendőben is támogatja a 80 év feletti lakosokat Bonyhádváros önkormányzata. Filzinger Ágnes jegyző elmondása szerint tavaly 650 szépkorú karácsonyát tették szebbé. Idén is kapnak karácsonyi csomagot a 80 év feletti lakosok Bonyhádon. A városban ez már közel 20 éves hagyomány. Az élelmiszerekből álló adományt szokás szerint az önkormányzati képviselők személyesen adják át az időseknek. A tavalyi évben mintegy 650 személy részesült ebben a támogatásban. Nagyon várják az idősek, nagyon kedvelik, hiszen egy személyes jelenléttel kerül átadásra, és nagyon várják az átadót magát is, aki általában a képviselőtestet valamely tagja. A támogatásban azok részesülhetnek, akik bejelentett lakóhelyen rendelkeznek Bonyhádon, illetve életvitelszerűen élnek a településen. Továbbá van egy lényegtelennek tűnő, ám de fontos körülmény, hogy a személyi adat és lakcím nyilvántartásban aki nem tiltotta le az adatát, őt tudjuk erre a listára felvenni. Aki rendelkezett azonban arról, hogy a személyi adatai kezeléséhez nem járul hozzá, ők erről a listáról sajnos lemaradnak. Filzinger Ágnes elmondta, hogy azok az idősek, akiknél fennáll az előbb említett adattiltás, és szeretnének részesülni a támogatásból, segítséget kérhetnek a Bonyhádi Önkormányzat anyakönyv vezető munkatársainál. November 4-e nemzeti gyásznap, 8 évvel ezelőtt 2013-ban nyilvánította a kormány hivatalosan is gyásznappá az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóját. Ilyenkor országszerte gyertyát gyújtanak az áldozatokra emlékezve, a parlament előtt pedig fél árbocra engedik az országzászlót. 1956 méteres távot futottak le azok az iskolások, akik eljöttek a nemzeti gyásznapra hirdetett emlékfutásra. A Szekszárdon megrendezett eseményen számos iskolából képviseltették magukat a diákok. A szervezők célja az volt, hogy közelebb hozzák a nemzeti ünnep tudatát a fiatalabb generációhoz. A táv megtétele után mindenki egy-egy meggyújtott mécsessel tisztelgett az 1956-os forradalomban elesett hősök előtt. Zenés bemelegítéssel készültek a diákok és felnőttek az 1956-os gyásznap alkalmával megrendezett emlékfutásra. A rendezvény a Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Sportközpont közös szervezésével jött létre. Célja az volt, hogy közelebb hozzák a nemzeti ünnepet a fiatal generációhoz. Megláttuk a Facebookon a hirdetést, hogy lesz ez a futás. Szeretjük egyébként is ezeket a sporteseményeket, futásokat, plusz, hogy még ez egy megemlékező futás, és ez is tetszett benne, és akkor elkérdezkedtünk a tanárainktól, azt mondták, hogy nyugodtan jöjjünk, képviseljük az iskolát, úgyhogy jöttünk, és igyekszünk teljesíteni. A Művelődési Központ felhívást intézett az iskolákhoz, civil szervezetekhez, hogy képviseltessék magukat ezen az eseményen. Nagy örömünkre, örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és több mint 200 előjelentkezőt fogadhattunk ezen a mai eseményen. Az emlékfutás igazából egy két környi távot tartalmaz, innen az 56-os szobortól van az indulás és a rajt is, majd ezt követően a résztvevők egy-egy emlék, a megemlékezés céljából egy-egy mécsessel és egy-egy gyertyagyújtással emlékeznek az 56-os hősök előtt. Berlinger Attila azt is hozzátette, hogy ez az emlékfutás láthatóan közelebb hozta a fiatal generációt a haza szeretetéhez és a nemzeti hagyományok ápolásához, így a jövőben is szeretnének hasonló megmozdulásokat szervezni. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Népbetegségnek számít hazánkban a vesebetegség, együttműködést kötöttek az ellátás javítása érdekében. Mindent megtesznek a szépségért, mesteroklevelet szereztek a kozmetikusok Pécsen. Halloween-i menüvel, jelmezversennyel, tök faragással várták az érdeklődőket, jótékonykodtak is Balatonlellő.
Az idült vesebetegségben szenvedők hazai számának pontosabb meghatározása, valamint az egészségügyi ellátás javítása. Ezt tűzték ki célul együttműködésükben a Pécsi Tudományegyetem és Európa egyik legnagyobb gyógyszeripari cégének magyarországi lányvállalata. Mivel ez népbetegségnek számít, ugyanis másfél millió embert érint, fontos a megelőzés és a minél precízebb kezelés. Az egyébként nehezen kimutatható kor 14-szeresére is növelheti a szív- és érrendszeri károsodás kockázatát. Időt vesebetegség. Egy alattomos és meglepően alul-diagnosztizált kór ellen küzd a Pécsi Egyetem. Mostantól az egyik legnagyobb európai gyógyszeripari cég magyar leányvállalatával közösen. Ezt egy együttműködési megállapodásban rögzítették a felek. A szerződés értelmében egy úgynevezett adatbázis elemzéses módszerrel derítik fel a betegségben szenvedők pontos számát. Tanulmányok igazolják ugyanis, hogy hazánkban népbetegségnek számít az idült vesebetegség. Úgy látjuk, hogy másfél millió embert érint Magyarországon hozzávetőlegesen ez a betegség. A fő baj az, hogy ez a betegség egy nagyon magas szív-érrendszeri kockázatot jelent, ezért akár 14-szeresére is növelheti a szív-érrendszeri mortalitás, halálozás és megbetegedés kockázatát. Tovább nehezíti az orvosok dolgát az is, hogy nem könnyű kimutatni a betegséget, hiszen sokáig nem okoz panaszt. Laboratóriumi vizsgálatok során könnyebben igazolható a jelenléte, így ennek fejlesztése is célkitűzés a megállapodásban. A gyógyszeripari cég klaszter igazgatója abban bízik, hogy a jövőben sokkal hatékonyabban kezelik majd a vesebetegséget. Én egy nagyon jó együttműködésre számítok. Az európai egyetemek és országok tudósai kutatói így ténylegesen közösen dolgozhatnak majd. Az a célunk, hogy a jelenlegi kezelési módokat azok a páciensek kapják, akiknek valóban erre van szükségük. Emellett új módszereket is szeretnénk kifejleszteni. Ebből mindenki profitálhat, hiszen a kutatók megoszthatják egymással tapasztalataikat, a helyi intézmények pedig hozzájuthatnak a megfelelő gyógyszerekhez, mindezt szervezett körülmények között. Az időt vesebetegség egyébként kezelhető, de meg is előzhető, egyszerű életmódkezeléssel vagy gyógyszeres beavatkozással. Mivel ez a szervünk a legfontosabb méregtelenítő, ezért fontos a védelem, hiszen ha felhalmozódnak a mérgek, az minden más szervet is károsít, hangsúlyozták az eseményen. Arckrémek, pakolások, technikák a szépség megőrzésére mestervizsgáztak a kozmetikusok Pécsen október végén. A szakemberek itt bemutatták tudásukat a modelleiken, amit értékelt a vizsgabizottság. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében rendezett felkészítők kurzuson a pedagógia és a vállalkozói ismeretek területéről is hasznos tudnivalókat szerezhettek a jelöltek. A mesteroklevelet szerző kozmetikusok később a gyakorlati oktatás során adhatják tovább tudásukat a fiatalabb nemzedékeknek. Szűcs Melitta 16 éve végzett kozmetikusként. Mesteroklevelet szeretne szakmájából, ezért jelentkezett a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett kurzusra. Október végén tartották a gyakorlati vizsgájukat. Hát a cél elsősorban az volt, hogy nagyobb szakmai tudásra tegyek szert. Nagyon fontos volt számomra az, hogy új embereket ismerjek meg, illetve új dolgokkal ismerkedjek meg, különböző kozmetikai gépekkel, új hatóanyagokkal, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy részt vettem, mert nagyon szuper oktatókkal ismerkedtünk meg. Tanulókkal is szeretne foglalkozni, a gyakorlati oktatáshoz pedig alapfeltétel a mesteroklevél. Arcbőr kezelése különböző krémekkel, műszerek segítségével, masszázs, látványsmink készítése. Ezeket a feladatokat végezték el többek között a vizsgázók a Pécsi Simonyi Károly Technikum és Szakképzőiskola oktatótermében október 30-án. Nagyon szépen felkészültek a vizsgázók. Ahhoz, hogy valaki mesterré váljon, nagyon fontosnak tartom, hogy alapos, precíz munkát végezzen, hiszen fontos, hogy ők szeretnék ezt a következő generációnak is átadni ezt a tudást, úgyhogy fontos, hogy ezt ők hogy sajátítják el, hogy mutatnák be, és hogyan fogják majd tovább átadni a tanulóknak. Fontos az is, hogy mennyire jól kommunikál a vendégeivel a kezelés során a kozmetikus. Mennyire jól tudja elmondani, milyen kezelést alkalmaz, és ez milyen hatású, mondta a vizsgabizottság elnöke. A kozmetikus mestervizsgára 10 jelentkeztek. Ők olyan szakemberek, akik minimum 5 év egybefüggő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Ez a mestervizsgáztatás alapfeltétele.
Halloween-i menüvel, jermezversennyel, tök faragással is várták az érdeklődőket Balatonlelén. A különleges programnak jótékonysági célja is volt, hiszen a bevétel egy részét a balatonboglári tűzoltóknak adták. Az eseményen sok kisgyermekes család is részt vett. Lelkes gyermekekkel telt meg a Balatonlellei Hamburgerház. A legkisebbek halloween-i jelmezversenyre is nevezhettek. Sophie tavaly után idén újra beöltözött. Tavaly mi voltál? Pillangó. És most? Mert nagyon szép a jelmezed. Boszorkány. Nem csak a gyermekek, a felnőttek is élvezték a halloween-i programot. Készültünk ilyen kis konfetti, de csoltány konfettivel. Még nem tudjuk, hogy felrobbanthatjuk-e. Kicsiket és nagyokat egyaránt várta az arcfestés, a kézműves sarok, a tök foragás, valamint a különleges menük is. Vizslimumiád, émkrumplival, vámpilvész mátogatóssal vagy szellemszószal, van dino nuggetsünk émkrumplival. A csoki gyűjtő halloween-i szokásnak idén is hatalmas sikere volt. Nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is kapkodtak a finomságokért. Ez ugye szülőknek is egy jó megnyugvás, meg ugye gyerekeknek is egy jó program. Mi is nagyon szeretjük ezt. A különleges program jótékonysági célt is szolgált, adományokat gyűjtöttek a balatonboglári tűzoltóknak, akik a halloween-i bevétel 15%-át is megkapták. Nagyon jó érzés, nagyon szépen köszönjük ezúton is nekik. Minden támogatás nagyon jól jön a tűzoltóság számára. A Lellei Hamburgerház rendezvényei nem érnek véget. Az ünnep közelettével karácsonyi programokkal várják majd a családokat. Végül nézzük főbb Tolna megye híreinket még egyszer röviden. Nincs biztonságoltás nélkül, több száz áldozat lehet karácsonyra a szakértők szerint. Elindult a Top Plusz, 45 milliárd forintra pályázhatnak a Tolna megyei települések. Karácsonyi élelmiszercsomag, Bonyhádon idén is kapnak adományt a 80 év feletti lakosok. Emlékfutás a hősi halottakért, 1956 métert tettek meg, majd mécses gyújtottak. Pénteken mérsékelt, olykor élénkebb északnyugati légmozgás várható, a reggeli ködfoltok párásság ritkul, de egész nap borongos, nyírkos idő valószínű, újra meg újra eleredő időszakos esővel. Este és éjszaka borongos idő és mérsékelt légmozgás valószínű, de csapadék már nem várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, holnaponta a friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor osztossák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!